A turista szezonra készül az Európai Unió. Nyáron eltörlik a beutazási tilalmat az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Erről a bizottság elnöke beszélt egy amerikai lapnak. A beutazáshoz oltásra vagy negatív vírustesztre mindenképpen szükség lesz, de pontos részleteket egyelőre nem árultak el. Európa szerte készülnek már az országok a turisták fogadására. Eddig Görögország és Horvátország jelezte, hogy könnyítést kaphatnak a beoltottak. Újra nyitva a római Kolosszeum az olaszországi enyhítéseknek köszönhetően ismét fogad látogatókat a világ egyik leghíresebb műemléke. Más években ilyenkor már hosszú sorban állnak a turisták, most könnyedén be lehet jutni. Fantasztikus, negyedszer vagyok Rómában, de most először jutok be, lelkendezett egy amerikai turista. Igaz, ő is csak azért jutott el ide, mert már évek óta Európában él. Az Egyesült Államokból ugyanis jelenleg nem lehet Európába utazni turisztikai céllal, de hamarosan ez megváltozhat. Az Európai Unió kész arra, hogy nyár folyamán fogadja az oltáson átesett amerikai turistákat. Ezzel a címmel jelent meg egy interjú Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a New York Times hasábjain. Az utazáshoz valószínűleg kelleni fog védettségi igazolás, erről azonban nem árult el részleteket. Ursula von der Leyen hozzátette, mindazonáltal mindezek feltétele, hogy a járványhelyzet javuljon. Az Európai Unió tavaly nyáron tiltotta meg a beutazást az Egyesült Államokból, csak a legszükségesebb üzleti, diplomáciai és egészségügyi célból léphetnek be amerikai állampolgárok Európába. A beutazási tilalom feloldásáról már hetek óta folyik tárgyalás Washington és Brüsszel között. Több európai ország, köztük Horvátország már jelezte, kész az amerikai turisták fogadására. Szeretnénk, ha jobb évünk lenne, mint az előző, de minden attól függ, hogy a küldő országokban milyen lesz az átoltottság. Mondta egy horvátországi szálloda kommunikációs vezetője, ugyanis ők is a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre számítanak Európából és a tengeren túlról is. Görögország már meg is nyitotta kapuit az uniós, amerikai, brit, izraeli, szerb és szaudi turisták előtt. A hétfőn életbe lépett szabályok szerint karantén nélkül nyaralhatnak azok, akik képesek felmutatni immunitási igazolásukat, vagy 72 óránál nem régebbi negatív vírustesztjüket.